A termelés hatékonyságán, a szervezet értékesítés és az időjárási károk elleni védelem terén is lenne mit fejleszteni a hazai gyümölcs-zöldségtermesztésben. Hogy milyen kihívásokkal, problémákkal néz szembe az ágazat, és mennyire versenyképes jelenleg a termelés, azt is megtudhatják, ha velünk tartanak. A 35 percet látják, üdvözlöm Önöket! Zöldül Máté Szalka, jól haladnak a környezetvédelmi fejlesztések a városban. Csábító a falusi élet, a Magyar Falu Program célja megállítani a népességcsökkentést. Csökkenő termőterület, szükség van a fejlődésre a gyümölcs és zöldség ágazatban. Aktívabban vehet részt a koronavírus elleni küzdelemben Máté Szalka a jövőben, ahol kiemelt nemzetstratégiai beruházás keretében egészségügyi védőkesztyűgyár létesül az ipari parkban. A városban a geotermális projekt is megfelelő ütemben folyik. Az idei fejlesztések sorából pedig kiemelhető még a kispiac megújulása is. Köszöntöm a stúdióban Hanusi Pétert, a város polgármesterét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Melyikkel kezdjük? Bármelyikkel. Talán kezdjük az egészségügyi beruházással, ez most sajnos nagyon aktuális. Így van. Nagyon büszke vagyok arra, hogy most már Máté Szalka tevőlegesen is kiveszi az ország járványügyi védekezéséből a részét azzal, hogy helyet biztosít egy olyan beruházásnak, ami valóban, ahogy mondta szerkesztő azt, hogy nemzetstratégiai fontosságú, hiszen Magyarország egészségügyi védőkesztyű igényének 100%-át képes lesz ez a gyáregység kialakítani. Ehhez egy közel 3 hektáros területet bocsátottunk egy vállalkozásnak a részére, annak köszönhetően, hogy mi 2015-ben elfogadtunk egy olyan rendeletet, ami egy valóban korszerű vállalkozásokat segítő rendelet, és 150 milliós kedvezményt tudtunk adni így a terület vételárából. Zárójelben megjegyzem, ez olyan volumenű beruházás, hogy gyakorlatilag egy év alatt ez megtérül a városnak is. Ez egy win-win szituáció, hiszen egy korábbi topos fejlesztést pontosan novemberben fejeztünk be, hogy az utolsó négyzetmétereit az ipari parknak közművesítsük teljes mértékben, és ahogy befejeztük a munkaterületet, átvettük vissza a vállalkozótól, gyakorlatilag bekopogtatott ez az érdeklődő, akivel gyorsan sikerült megállapodni, és ez azért fontos, mert ezekben a nemzetstratégiai jelentőségű beruházásoknál előírás az, hogy 180 napon belül meg kell ezt valósítani. Ehhez mi szakembergárdával, tervezői csoporttal, műszaki kollégákkal teljes mértékben rendelkezésre álltunk, tehát gyakorlatilag tudtunk olyan segítséget nyújtani, hogy biztosítja azt, hogy ez Máté Szalkára kerüljön ez az üzem. És igazából, mivel ez egy ipar 4.0-as stratégia mentén épül, tehát ez egy robotizált üzem lesz, nem is az a 20 munkahely, bár veszélyhelyzetben minden egyes munkahelynek örülünk, 20 Máté Szalka és környékbeli családnak majd nyújt megélhetést ez az új üzem, nem is az az iparűzési adómennyiség, ami jelentős tétel, hiszen minimum 3 milliárdos bevételt vállalt ez a cég, de nyilván veszélyhelyzetben ez sajnos nagyságrendekkel több lesz ebből a szempontból ugye a koronavírus járvány idején. De még egyszer mondom, arra vagyunk igazán büszkék, hogy a járványügyi védekezésnek egy új aspektusával tudunk hozzájárulni ahhoz, hogy Magyarország legyőzze a koronavírus járványt. Ha már az ipari park szóba került, hogy áll ennek a benépesítése? A benépesítése az jobban zajlik, mint a legvadabb álmunkban reméltük. Ez a beruházás 14 hektárnyi területnek a közművesítését jelentette. Ahogy mondtam, hogy ahogy átadtuk a beruházást, gyakorlatilag 3 hektár azonnal értékesítésre került. A következő napokban, hetekben pedig újabb területekről tárgyalunk, nem csak ezzel a céggel, aki immár Máté Szalkán terjeszkedik. És hát ugye büszkék vagyunk Máté Szalka iparára, az optikai ipar, ugye az gyakorlatilag országos hírű Máté Szalka tekintetében, ugye ott van a piros pöttyös révén az élelmiszeripar, és hát most az egészségipar is megveti a lábát a városunkban. És azt meg külön hangsúlyozom, hogy köszönet azoknak a kollégáimnak, akiknek a szakértelme lehetővé teszi azt, hogy ha egy ilyen gyors, prompt, nemzetgazdasági jelentőségű projektet kell megvalósítani, akkor ne csak a terület, hanem az a szürke állomány is rendelkezésre álljon, az a szaktudás,
aminek a mentén egy ilyen cég, egy ilyen nemzetstratégiai jelentőségű projektbe belemer vágni a mi városunkban. Mindehhez nyilvánvalóan szakképzésre is szükség van. Ebben sikerült-e előrelépni? Természetesen sikerült előrelépni. Többek között azzal, hogy amikor az ipari parkunk tudományos technológiai ipari park címet szerzett, akkor mi a Nyíregyházi Egyetemmel kötöttünk egy megállapodást. Ez azt jelenti, hogy K plusz F projektekben elsősorban a Máté Szalkai cégek a Nyíregyházi Egyetem szakértőire, oktatói gárdájára alapoznak. Ahogy a stúdióba beléptem, azelőtt kaptam egy e-mailt, aminek csak az első két sorát tudtam elolvasni. Ebben rektorasszony örömmel tájékoztat arról, hogy jól haladnak a tárgyalások, és megkezdhetjük azt a érdemi munkát, ami többek között arra irányul, hogy Máté Szalkánt kihelyezett nyíregyházi egyetemi kihelyezett képzések kerüljenek szervezésre. Tehát a Nyíregyházi Egyetemnek Máté Szalkán is lesz egy lába. Gépészmérnöki karról beszélgettünk nyilván az ipari vállalkozások miatt, de például óriási érdeklődés fűződik a csecsemő gondozó felsőfokú kisgyermek és csecsemő gondozó felsőfokú szakképesítéshez, főiskolai szakképesítéshez. Ez az első két szakképzés, és aztán egy éven belül újabb kettő kihelyezett szakot szeretnénk Máté Szalkán indítani. Melyik lesz ez a kettő? Megmondom őszintén, nem emlékszem rá, de biztos vagyok benne, hogy ez az együttműködés, ez nagyon-nagyon gyorsan tartalommal fog megtelni. És hosszú távra szól. Környezetvédelemben is erősen gondolkodik Máté Szalka. A geotermális energia felhasználása, ez a projekt, ez most hol tart? Ez olyan szinten jó halad ez a projekt, hogy ez már működik. Ugye Máté Szalkán van egy óriási kincsünk, ez pedig a Szatmár kincse nevű gyógyvíz. Ez ott van a talpunk alatt, és hosszú-hosszú évtizedekig tudtak róla az emberek. Van egy még a 70-es évekből származó elemzés, ami szerint ez vetekszik a hajdúszoboszlói gyógyvízzel, sót, sőt bizonyos tekintetben bizonyos mozgásszervi problémák esetében még jobb eredményeket produkáltak. De akkoriban úgy döntöttek a Magyarország vezetői, hogy nálunk optika lesz, meg nehézipar lesz, és máshol lesz strandfürdő. Így gyakorlatilag a város önerőből csinált, talán egy medencében volt összesen ez a gyógyvíz felhasználva. És ez ott van, ahogy mondtam, 1200 méter mélyen. Geotermális projektben indultunk el egy céggel, aminek a lényege az, hogy a távhőrendszerünket mi legalább 30%-ban geotermális energiával, zöld energiával akarjuk működtetni. De akkor már úgy voltunk vele, hogy nem csak az energiát használjuk fel környezettudatosan, hanem több dolgot kötünk össze, ami hasznos. Hogyha Máté Szalkára látogat a szerkesztőasszony, akkor a városi uszoda mellett elhaladva majd lát egy gyönyörű rekreációs tót. Ez a tó, vagy tavat, ez a tó nem más, mint ennek a geotermális rendszernek, ami egyébként 1500 lakásnak a energia szolgáltatásába segít bele most már, ez az ülepítő tava. De nem azt mondtuk, hogy ássunk egy gödröt, és akkor abba belefolyik a víz, hanem akkor már szépen futókört tettünk mellé, sétáló részeket tettünk mellé, gyönyörű környezetet alakítottunk ki. Tehát az egy közösségi térré vált. Mindig mondjuk, hogy mi legbüszkébbek Máté Szalka közösségére vagyunk. És hogy egy harmadik dolgot is tegyünk hozzá, ugye geotermális energia hasznosítása, zöld energia, hozzá a rekreációs célú tó. Az városi uszodában 10 milliós költségei voltak annak, hogy a szennyvízrendszert terheltük azzal, hogy ugye az uszodát időnként le kell engedni az előírások megfelelően. Most ebbe a tóba kerül az a víz, ezzel anyagi megtakarítást érünk el, tehát magyarul három legyet egy csapásra, és a város gazdagodott. Egyre több olyan beruházás tehát, ami Máté Szalka élhetőségét és a jól élhetőségét szolgálja. Még egy beruházásról szeretném a szót ejtenénk, ezek a piacok, hiszen ez is egyfajta közösségi tér. Így van.
A nagy piacot azt befejeztük már 2 éve, egy volt KGST piac újult meg, most már valóban tényleg egy 21. századi követelménynek megfelelő nagy piac van, ami kvázi regionális, tehát messzi településekről járnak Mátészalkára piacra, de igazán a Mátészalka az a kis piac, ami a város közepén található. Ez egy nagyon-nagyon fontos közösségi terünk. És szintén a gazdaságélénkítéshez hozzá tartozik, hogy maradványpénzből, megyei topos forrásból nyertünk el forrást arra, hogy a kispiacot megcsináljuk. Egy mátészalkai tervező egy nagyon-nagyon látványos, szép tervet készített, és ugye ezt azért nehéz ezt a beruházást megvalósítani, mert 14 épület található a területen, ami nem a mi tulajdonunk, nem az önkormányzati tulajdonos, és egyszer már egy beruházás a korábbi években ezen csúszott el, hogy nem sikerült olyan kompromisszumot teremteni előző vezetésnek, hogy ez megtörténjen a kispiacnak a beépítése. Hál' Istennek most a terveket látva már mind a 14 tulajdonos hozzájárult, semmi nem gátolja meg azt, hogy reményeink szerint a nyár folyamán lefolytassuk a közbeszerzéseket, és utána pedig 2022 első negyedévében egy új, gyönyörű, szép városi kispiac létesítményt adjunk át. És reméljük, hogy akkor már nem kell maszkban járkálni. Nagyon reméljük. Polgármester úr, köszönjük szépen, hogy befáradt hozzánk. Örömmel. Új elemekkel bővül idén a Magyar Falu program. A pályázatban először visszanemtérítendő támogatást igényelhetnek a kistelepülési önkormányzatok, egyházközségek és civil szervezetek klasszikus falusi intézmények fejlesztésére, közösségi terek építésére. A második szakaszban a falusi kisboltok pályázhatnak szolgáltatásaik javítására, esetleges újranyitásra. A programra közel 70 milliárd forintot fordít idén a kormány. Hajnal Lászlóné Erzsike néni érkezik a Szabolcs községben lévő kisboltba a reggeli bevásárlását elintézni. Fontos számára az üzlet, hiszen itt született, mindig a településen élt és megszokta az állandó jó minőségű szolgáltatást és az itt dolgozó kedvességét. Jelenleg kifér, kenyérért, meg valami gyümölcsféleséget, hogyha van jelenleg, akkor azt szeretnék venni. A bolt nem csak a friss árukért felel, sokszor a társaság élet is itt zajlik. Jó a kiszolgálás, kedvesek az eladók, átlátható. Hát megvan minden. Új szolgáltatásával nem csak a helyiek bevásárlását, a koronavírus elleni küzdelmet is segíti az üzlet. Van olyan lehetőség nálunk, hogy ebbe a vírus helyzetbe nagyon szívesen kiszállítjuk az árut, illetve nagyon jó, hogy van telefon, internet, és igényeket le tudnak adni akár messengeren, akár telefonon, és minden további nélkül tudjuk teljesíteni. Így van, itt hagyta az ásványvizet, és szóltam neki telefonon, hogy itt maradt, úgyhogy majd fog érkezni érte. Az, hogy ebben a boltban személyesen ismerik a vásárlókat, és névre szólóan összekészítik a reggeli pékáru csomagot, azt mutatja, szeretik és megbecsülik a vásárlókat. A figyelem mellett azonban a Magyar Falu program pályázati lehetősége sokat jelent majd. Én a magam részéről nagyon tudok üdvözölni minden olyan kezdeményezést, kormányzati lépést, kormányzati döntést, amely a kistelepülésekkel foglalkozik. Én innen indítottam a pályámat, itt születtem 62 évvel ezelőtt, és 15 éve visszatértem ide, és azt tudom csak felmérni, hogy az elmúlt 15 évben milyen változásokon ment át a település. Ezek a pályázati lehetőségek, ezek nagyon jók, igaz, nem ismerem mélyebben a tartalmát, de ha az apró betű olyan lesz, amilyet mi szeretnénk, akkor biztos vagyok benne, hogy tovább tudjuk erősíteni a kistelepüléseknek a népesség megtartó erejét. Az elmúlt időszak, az elmúlt egy év nagyon kegyetlenül bánt a kereskedőkkel. Példaként csak azt tudom elmondani, a szomszédban társtulajdonos volt egy kocsmáros, aki tavaly márciusban bezárt, és nemrég közölte, hogy ő már nem is szeretne kinyitni, inkább nyugdíjba fog vonulni. Hát itt tartunk, mi pedig azon törjük a fejünket, mert azért el kell mondjam, hogy egy nagyon sajátos helyzetben van a mi településünk, hiszen Szabolcs községnek van egy történelmi, épített kulturális öröksége. Ez azt jelenti, hogy nálunk a kereslet az szezonális. Legalábbis az eddigi tapasztalat azt mutatta. Nem csak a helyi lakosságnak az ellátására kell felkészülni, hanem bízom benne, hogyha ez a Covid
helyzet javul, akkor újra életre kell a belföldi turizmus. Ilyenkor viszont nagyon sokan ellátogatnak megnézni a mi történelmi örökségünket, a földvárat, van már tiszai hajókikötőnk, most már számítani kell a vizitúrázókra, nem csak a kajakkenusokra, hanem a túrahajósokra. Elég élénk a kerékpáros turizmus, úgyhogy ezeknek az embereknek azért vannak igényeik, és ők, mi azt szeretnénk, hogyha a városról hozzánk érkező ember ne nagyon nélkülözze meg a távollétet az otthonától, itt helyben egy vidéki kis településen is helyek közel választékos kínálatban legyen része. Új óvodát építettünk a gyerekeknek, felújítottuk az orvosi rendelőnket az elmúlt évben, a hivatal épülete megújult, ezen túl vagyunk. A település főutcáját kerékpáros baráttá tettük, azt jelenti, hogy kerékpáros sáv van kijelölve rajta. Ez óriási biztonságérzetet ad, és biztonságot ad a közlekedőknek. Hát nyilván van még ott alsóban néhány dolog. Nagyon szeretnénk, hogyha a településnek az útjait, kerékpárút, itt járda, gyalogjárda, vagy a eddig nem aszfaltozott utakat szilárdburkolattal tudnánk ellátni. Hát éppenséggel ötlet az még lenne, és én azokat az ötleteket szeretem, ami életszerű és földön járó. A gondolat is, meg az ember is, aki kitalálja. Itt azt gondolom, hogy az a helyes, hogyha a befektetett pénznek látható, kézzelfogható eredményei vannak. Hát itt tartunk most, és hát reméljük, hogy még lesz folytatása. A falvakban lévő kisboltok akár 60 millió forinthoz is hozzájuthatnak, az új pályázatnak köszönhetően. A támogatási összeget ingatlanfejlesztésre, eszközbeszerzésre, ingatlanvásárlásra, valamint bértámogatásra fordíthatják. Nagyon fontos ennek a pályázatnak az az eleme, hogy előfinanszírozott a pályázat. Tehát nem utólag kapja meg ezt a támogatási összeget a pályázó, hanem előre megkapja, és így azt szeretnénk elérni, hogy vidéken olyan szolgáltatások legyenek, alapvető élelmiszerből esetleg kiegészítő szolgáltatások, olyan termékeket lehessen még forgalmazni, amelyek a mindennapi alapvető szükséglethez fontosak. A modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos szerint fontos, hogy a falvakban a szolgáltatások stabilak legyenek, ne legyen fennakadás a működésükben. A kistelepülési önkormányzatoknak, egyházközösségeknek és civil szervezeteknek is lehetőségük nyílt pályázni a Magyar Falu programban. Február 15-én írtuk ki az idei év első pályázati lehetőségeit kistelepülési önkormányzatok számára. Ugye most már a harmadik éve folytatjuk a Magyar Falu program végrehajtását. Évről évre újabb és újabb körben pályázati felhívásokat teszünk közzé. Elsősorban a falusi önkormányzatokat célozva, hiszen a hazai lokális helyi közfeladatokat elsősorban az önkormányzatok látják el. De a kedvezményezett körbe bevontuk korábban az egyházközségeket, egyházi ingatlanok fejlesztésére, egyházi programok megvalósítására, egyházi temetők infrastruktúrás fejlesztésére, később pedig a falvakban működő falusi civil szervezeteket is. Az idei év első körében, tehát február 15-én kettő pályázati lehetőséget hirdettünk meg, amelynek a keretében klasszikusan falusi intézmények felújítását, infrastruktúrális fejlesztését célozzuk. Óvodák, orvosi rendelők, faluházak, közösségi terek, szolgálati lakások építését, vagy fejlesztését, felújítását, esetleg bővítését célozzuk ezzel a pályázati lehetőséggel. Itt egészen különbözőek, hiszen ebben a pályázati kirásban ilyen értelemben 6 különböző alprogramot hirdetünk meg, attól függően, hogy milyen épület felújítását célozza az adott helyi közösség. Így aztán eléggé különbözőek az elnyerhető támogatási összegek a néhány millió forinttól, vagy néhány 10 millió forinttól, akár a 100 millió forintig bezárólag. Már az utóbbi esetben nagyobb óvodák, vagy nagyobb egészségügyi központok, alapegészségügyi központok építését célozzuk ezekkel a nagyobb összegekkel. És emellett pedig egy másik kiírásunk is megjelent, amelynek a keretében pedig a közösségi terek működtetéséhez szükséges működési költségek, illetve eszközbeszerzéseknek nyújtunk támogatásokat. De szeretném hangsúlyozni, hogy ez csak az első kör az idei évben pályázati kirások között. Egészen biztos, hogy legalább 3 követni fogja ezt az első kört, mind az összes az éves szinten 70 milliárd forint rendelkezésünkre álló összegterhére, mind az összes pénzre gyakorlatilag a pályázati kirásokat fogunk meghirdetni még az első negyedévben. Ebben az első pályázati körben összesen 21 milliárd forint áll rendelkezésre, meg a két célnak a végrehajtására, tehát az intézmények otthonadó épületek fejlesztésére, illetve a közösségi terek működéséhez szükséges eszközbeszerzésekre, illetve a működési támogatások biztosítására. Erre tehát 21 milliárd forint áll rendelkezésre, de az egész a négy körben meghirdetett összes pályázati kirás
kapacitásunk tekintetében is el tudom mondani, minimum 70 milliárd forintot rendelkezésre bocsátunk a kis települések számára. És ugye ez az a kör, ahol az önkormányzatok, illetve az egyházközségek és a civil szervezetek a kedvezményezettek. Emellett azonban egy új pályázati célt is meg fogunk hirdetni, a kis boltok fejlesztését célozunk ezzel, az pedig egy 45 milliárd forintos támogatási keretösszeggel rendelkezik. Az összes többi közszolgáltatáshoz hasonlóan, hiszen ha bezár az óvoda, vagy megszűnik az orvosi rendelő, ergo ezekért a szolgáltatásokért a környékbeli településekre, vagy ne adja Isten a térségközponti városokba, megyeszékhelyre kell utazni, akkor az előbb-utóbb arra sarkalja majd az embereket, elsősorban a fiatalokat, hogy elköltöznek ezekből a kis településekből, ezekből a falvakból. Éppen ezt akarja megakadályozni a Magyar Falu Program, hogy ezek a szolgáltatások elérhetőek legyenek helyben. A Magyar Falu Program pályázati rendszerében egyelőre két forrás nyílt meg a kis települések fejlesztése érdekében. Az évben további támogatások is elérhetővé válnak majd, közel 70 milliárd forint áll rendelkezésre a kis települések felzárkóztatására és az életszínvonal emelésére. A folytatásban a hazai gyümölcs és zöldségágazattal, illetve annak problémáival, kihívásaival foglalkozunk. A témában egy korábban készített beszélgetésünket látják. Zöldségeket és gyümölcsöket jelenleg együttesen mintegy 170-180 ezer hektáron termesztenek Magyarországon. Ebből körülbelül 80 ezer hektár a gyümölcstermő terület. A Fruitweb prognózisa szerint azonban ennek akár a harmada is eltűnhet a következő években, mert egyáltalán nem vagy nem eléggé korszerű és hatékony. A szakmaközi szervezet elsősorban a hatékony termelés, a nagy és egységes áru alapok melletti szervezett értékesítés, valamint az időjárási károk elleni védelem irányába fejlesztene. Köszöntöm a stúdióban dr. Apáti Ferencet, a szervezet elnökét, nem mellesleg a Debreceni Egyetem docensét, aki gazdasági és agrármérnök, ha jól mondom. Így van, jó estét kívánok! Mennyire kell megkongatni a vészharangot? Ez így eléggé rosszul hangzott ez a felvezető néhány mondat. Maga a probléma, hogy az ültetvényfelületünk nagy része korszerűtlen, nem új keletű, 5-10 éve látható az a folyamat, hogy az ültetvény kivágások meghaladják az új ültetvény telepítések mértékét, illetve nincs közel sem megfelelő mértékű új ültetvény telepítés, amivel le lehetne váltani az elidősödött vagy korszerűtlenné váló ültetvényeket. Jelenleg úgy nézünk ki, hogy a körülbelül 80 ezer hektáros ültetvény felületünknek durván a 40%-a az vagy idős, vagy korszerűtlen, vagy mind a kettő egyszerre, amelyekkel hosszú távon már biztosan nem lehet tervezni az európai versenyben. Ez alapvetően arra vezethető vissza, hogy az utolsó nagy ültetvénytelepítési hullám az ezredforduló környékén volt Magyarországon, 96 és 2004 között, és jól kiszámolható, hogy ezek az ültetvények mára kb. 20 évesek vagy annál idősebbek, és gyakorlatilag minden gyümölcsfaj esetében, kivéve diócellid gesztenyét, egy 20 éves ültetvény az az élete vége felé közelít. Kérdezném, hogy mi az, amiben érzékelhető, tetten érhető ez a nem megfelelő versenyképesség, de hát elég csak mondjuk a lengyel almához viszonyítva gondolkodnunk. A lengyelek az utóbbi 10 évben nagyon sok fejlesztést hajtottak végre, rengeteg új és intenzív ültetvényt telepítettek, amelyeken nagy hozamokkal viszonylag jó minőséget állítanak elő, ráadásul szervezettek is, tehát megvannak a post-harvest infrastruktúráik, a tároló, válogató, csomagoló kapacitásaik, ami kell ahhoz, hogy egységes minőségű és nagy mennyiségű árulappal jelenjenek meg az európai piacon, ugyanis akár az áruházláncok piacát nézzük, ahol a gyümölcs 50-60%-át vásárolják meg a fogyasztók, akár a mi szempontunkból az exportpiacokat, csak nagy mennyiségű és egységes minőségű árulappal lehet fellépni. Ehhez képest a magyar termelés elaprózott, nagyon sok termelő egyedül próbál érvényesülni a piacon, ami gyakorlatilag lehetetlen küldetés lesz hosszú távon. Innen is látszik, hogy mennyire komplex ez az egész kérdés, és nagyon komoly koordináció igénye van. Így van, a gyümölcstermesztés, mint hogy az egész agrárium, vagy bármelyik nemzetgazdasági szektor egy összetett rendszer. A versenyképességnek több tényezője van, és hogyha valamelyik tényező
az összes közül hiányzik, akár egyetlen egy, akkor onnantól kezdve a verseny az nagyon komoly csorbát szenved. A gyümölcstermesztésben alapvetően úgy közelítünk a versenyképességhez, hogy szükség van hatékony termelésre, ami nagyjából egyet jelent azzal, hogy a lehető legnagyobb terméshozamot csavarjuk ki az ültetvényből egy hektárra vetítve. Kiváló gyümölcs minőséget kell tudnunk előállítani, ez nyilván minden gyümölcsfajnál mást és mást jelent, de alapvetően azt, hogy feleljünk meg a vevő igényeinek, legyen friss piaci vagy feldolgozóipari alapanyagról szó, és mindezt miután nagyon nagy élőmunka hatékonyság mellett sikerült megtermelni, hiszen egyre kevesebb az elérhető élőmunka, szervezetten tudjuk a piacra vinni, amihez alapvetően vagy koncentrált feldolgozóipar, vagy koncentrált hűtő, válogató, csomagoló kapacitások kellenek. Ehhez képest azt tapasztaljuk évről évre, hogy meglehetősen kiszolgáltatott a magyar mezőgazdaság, leginkább az időjárásnak. Sajnos a mezőgazdaságnak azon a tulajdonságán, hogy időjárási hatásoktól függ, nem tudunk változtatni, és ebben a tekintetben pont a gyümölcstermesztés elég rossz helyen áll, értve ez alatt azt, hogy egy kifejezetten kockázatos tevékenységről van szó. Szántóföldi növénytermesztésben például csak idézőjelbe téve csak az aszály jelent komolyabb kockázati tényezőt, míg a gyümölcstermesztésben a tavaszi fagyok, az extrém sok nyári csapadék, vagy a extrém nyári aszály, a jégverések, a viharkárok mind nagyon komoly kockázati tényezőt jelentenek, hiszen egy néhány órás tavaszi fagy, vagy egy 10 perces jégeső milliókat tehet tönkre pillanatok alatt, míg ez a szántóföldben nem feltétlenül okoz komolyabb károkat. Tehát a gyümölcstermesztésre különösen igaz, hogy az időjárási kockázatok azok komoly versenyhátrányt okozó tényezők lehetnek, ha nem tudunk ellenük védekezni. Gyakorlatilag ma már a legtöbb időjárási káresemény ellen nagyon jó hatásfokkal lehetne védekezni, de egy hektár jégháló, ami a jégverések ellen véd, egy 6-8 millió forintos beruházás, fagyvédelem, az további 2-4 millió forintos beruházás hektáronként, az öntözés az 1-3 millió forint, és akkor ott tartunk, hogy ez körülbelül egy 10-15 millió forint, de még az ültetvény nincs sehol, vagyis 15-20 millió forint lenne ma már hektáronként ültetvénnyel együtt az az infrastruktúra, és az a termő alap, ahol a jégverésektől, a tavaszi fagyoktól, az aszályoktól, nem kiválóan, nem kitűnően, de egy elég jó hatásfokkal megvédtük az ültetvényt. Tehát brutális a tőke igények annak, hogy korszerű, versenyképes, stabil terméseket tudó ültetvényeket hozzunk létre. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy nem nagyon lehet ezt megúszni, mert hogy fontos lenne, hogy minden évben valamilyen stabil, kiszámítható hozam legyen, már csak a piacok megtartása miatt is. A versenyhátrányunk és az elmúlt 10-20 évben tapasztalható lejtmenetnek pont az az egyik oka, hogy borzasztóan instabil a hazai gyümölcstermés. Sok éves átlagban 900 ezer tonna gyümölcsöt termelünk, kb. Erre vannak a piacaink beállva. Nyilván ezt most gyümölcsfajonként lehetne bontani, de erre most nincs mód. Van olyan év, mint a 2020-as, amikor 550 ezer tonna gyümölcsünk van, ez azt jelenti, hogy 3-400 ezer tonna hiányzik a bejáratott piacainkról is, és van olyan, ami, mint a 2018-as, amikor 1,2 millió tonna gyümölcsöt állítunk elő, ilyenkor a termés körülbelül 20%, egy 2-250 ezer tonna gyümölcs értékesíthetetlen, és a szószoros értelmében a fán rohad, mert nincs rá beállt piacunk. Ehhez kellene jégvédelem, fagyvédelem, öntözés, hogy minden évben stabil termés tudjunk, mert csak stabil terméssel lehet megtartani piacot, illetve új piacokat építeni. Honnan lesznek erre források? Új költségvetési időszak elején tartunk. Mi az, amire számíthatunk? Sok rossz hír mellett a számunkra kedvezőtlené vált időjárás, a munkaerő környezet és a többi mellett most úgy tűnik, hogy van valami, ami ránk mosolyog. Alapvetően most azt látjuk, hogy a következő 7 éves ciklusban nagyon sok fejlesztési forrás fog rendelkezésre állni, többszöröse, mint az előző 7 éves támogatási ciklusoknak. Ezt nagyjából úgy lehet elképzelni, hogy 2014 és 20 között kb. 1300 milliárd forint volt a vidékfejlesztési program. Úgy tűnik, legalábbis már kikommunikált hírek szerint, hogy ez most kb. 4300 milliárd forint lesz, és ebből csak 2021-22-ben mintegy 1500 milliárd forint rendelkezésre fog állni. Ez alapvetően részben az EU, részben az EU, részben a magyar állam javára írható. Ezek akkora fejlesztési források, amivel azt gondolom, hogy tényleg lehet élni, ha sikerül jó ültetvényrekonstrukciós programot, géppályázatot, hűtőház korszerűsítést kiírni, akkor most talán a tőke az nem lesz ebben korlátos.
Ehhez viszont nagyon ügyesen kell pályázni, ügyesen kell megtervezni a projekteket. Ebben mennyire járatosak a termelők, a gazdák, a gazdálkodó szervezetek, és milyen segítséget kapnak? Az elmúlt két 7 éves ciklusban, tehát gyakorlatilag a 2007-13-as és 14-20-as támogatási ciklusban az ültetvénytelepítési pályázati programok igen rosszul sikerültek. Általában túl bürokratizált volt a rendszer, túl bonyolított, nagyon hosszú ügyintézési határidőkkel, és ez gyakorlatilag a legtöbb kertészeti beruházási jogcímre igaz. Ennél fogva nagyon sok gazdálkodó eltántorodott a pályázatok benyújtásától az elmúlt 5-10 évben. Én bízok benne, hogy most ez a pályázói kedv vissza fog jönni, legalábbis a ültetvény telepítési szándékot felmérő kutatásunk az arról tanúskodik, hogy nagyon nagy fejlesztési éhség van most a kertészek körében. Bízok abban, hogy ezt majd az államigazgatási apparátus is bírni fogja, hiszen több ezer milliárd forintos programot lemenedzselni néhány év alatt az államigazgatást is nagyon meg fogja terhelni. Tehát ha a pályázók hozzá vannak szokva a pályázati munkához, jó lehet az utóbbi években ez a kedv enyhült, de most visszatérni látszik, én bízok benne, hogy a gazdálkodók ezt meg fogják oldani a fejlődés érdekében. Akkor a volumenekről beszélünk, és olyan mértékű fejlesztésekről, hogy felmerül a kérdés bennem, hogy a családi gazdálkodások, gazdaságok mennyire fognak tudni ebben, vagy ezzel megbirkózni, mennyire van létjogosultsága a családi gazdaságoknak. Azt gondolom, nem maga a családi gazdaság, mint fogalom az érdekes, hanem az üzemméret. Nyilvánvaló, hogy a legtöbb gyümölcsfaj esetében 1-2-3 hektáros méretekben hatékonyan gazdálkodni, kevés kivételtől eltekintve nem lehet. Vannak bizonyos mérethatékonysági kérdések, ami miatt a kisbirtokok eleve egy versenyhátrányban vannak a közepes és nagy vállalkozásokkal szemben. Eleben azt gondolom, hogy a 20 és 100 hektár közötti méretű gyümölcsfajtó függően családi birtokok, ahol családi kontroll, családi menedzselés alatt zajlik a termelés, nagyon komoly előnyökkel is rendelkezhet, hiszen minden egyes hektáron érvényesül a tulajdonosi szemlélet. És ezzel együtt a felelősség és a felelősségvállalás is, még lehet, hogy egy nagy vállalatnál gyakorlatilag minden irányító vezető beosztott alkalmazottunk. Ha szerencsénk van, akkor odaadással, szorgalommal, alázattal végzi a dolgát, és hatékonyan működik a vállalkozás. Ha nincs, akkor a hatékonyság az csorbát szenved, míg aki tulajdonos, az biztos, hogy mindig a lehető legnagyobb hatékonysággal akarja a munkáját végezni. Dr. Apáthy Ferenc, reméljük, hogy mindenki így fog majd hozzáállni, és jól sikerülnek majd ezek a pályázatok. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre. Köszönöm szépen én is. A korábban rögzített beszélgetés után műsorunk vége is elérkezett. Köszönjük figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!